biztos, hogy Bakelit lemez volt az első a Kaláka élményem, meg valószínű, hogy a Magyar Rádióban is hallottam Kalákát, mert annyira otthonos volt az ő jelenlétük. Kölcsönlemezen hallottam őket, tehát nekünk nem volt Kaláka lemezünk, és a 80-as években vagy engem nem vittek, de szerintem nem volt a Kaláka a legsötétebb Ceausescu-kormány, biztos nem volt nekik szabad verseket énekelni Kolozsváron, egész más idők jártak, és nagyon gyülekezés az nem annyira volt támogatott, meg a magyar nyelvű versek sem, és Kányáninak ugye megkurcoltatása, tehát szerintem a Kaláka erdélyi története azért későbbi hosszú távon. A 80-as évek korszakára gondolok, akkor voltam gyerek, tehát akkor voltam olyan gyerek, aki már nem csak a dudorászásra fogékony, hanem a versek szövegére is. És emlékszem, hogy Adi Latinovics lemezek voltak, Adi versek. Édesapám szándékosan hallgattatott velem verseket, és ott láttam először a nagyon, nekem nagyon félve megmutatott, a lebukás félelmétől, hogy mondjam, terhelt kéziratot, ami szamizdat volt, és Kányádi Sándor verse volt, a kettős ballada, máig is emlékszem erre a szövegre, nagyon-nagyon lázító vers volt. Az eső egykedvűen sorol, koszos állomásépület, feketézők és tolvajok számingálják a pénzüket, a homlokfalra kell süket betűknek is szakállamő, növesztik lassan szőrüket már a hatalmas meszelő. Ez volt az első verszaka, és ugye ez a hatalmas meszelők, amikor le akarja meszelni az egész propagandát és az egész kommunizmusnak ezt a hazug, hogy mondjam, Pacsomkin városát le akarná meszelni. Ez tényleg csak azt tudja, hogy milyen érzés volt egy ilyen lázító verset a kezembe fogni, aki átélte, és nem csak én éltem át, tehát egy egész generációnak csúsztatták oda ezt a hártyapapíron, lila indigóval gépelt szöveget, és hát ebben a korszakban nagyon fontos volt a fejben tárolt vers, akár az István a királyfi, de be volt tiltva, nyilvánvalóan, hiszen magyar nacionalizmusról mindent mondtak. Tehát nagyon féltünk, hogy meghallják a szomszédok vagy a lakónegyedmet, egy csukott ablak mögött kölcsönlemezen hallgattuk az István a király, és nyilván a Kalákát is azok adták kölcsön. Valószínű egyébként a magyar konzul volt, az alkonzul lakott a szomszédunkban, és tőle lehetett így ők tudtak altáron áthozni dolgokat, de elképzelhető egyébként, hogy volt korszak, amikor ez teljesen szabad, hiszen az Erdély könyvkiadás ez nagyon jó volt és nagyon nyitott volt. Kányádi azért megjelent, de abban a korszakban is. Ezen gondolkozom, mert érdekes, hogy pont a Kalákával való találkozásom korai évei homályosak, mert annyira átütő élmény volt ez a személyes találkozás és a kedves odafordulásuk, hogy ettől mind teljesen új korszak kezdődött az én Kaláka értelmezésemben. És nagyon sok koncertjükön voltam, nézőként is. Nekem a legeslegcsodálatosabb és legfelemelőbb élmény a Kalákával, ami már saját élmény. Tehát nem csak a hangjuk, nem csak az elképzelésem arról, hogy milyen emberek, hanem ők maguk, az kaptam egy díjat, 25 éves voltam, azt hiszem. Ezt csak 26 éves korig lehetett megkapni, az volt a neve, hogy Petőfi díj. Mert tehát ugye Petőfi életkorához szabták ezt a díjat, és a Kalákával léptem fel új évkor a Magyar Rádióban. Csodálatos élmény volt, és aztán meghívtak egy Kaláka fesztiválra, és ott Kányádi Sándorral együtt tudtam fellépni, és kiadtak egy könyvet, ami csak limitált kiadásban jelent meg, és benne voltak verseim, és azonnal odafigyeltek rám, mint egészen kezdő költőre, egy kötetem volt addig. Nagyon tündéri kedvességgel segítettek nekem egyszerűen jól érezni magam a versben, és nekem nagyon fontos a versben a ritmus, tehát én nem elbeszélő vagy mesélős verseket írok általában, azt is, de leginkább dalokat. Tehát a versben is a dalszerűség, a megjegyezhetőség érdekel, és ezt a Kalákától nagyon jól meg lehetett tanulni, hogy a versben tánc van, a versben öröm van. Ha a vers maga szomorú is, akkor a maga a ritmus,
tánc dallamat kapaszkodott most ezen a koncerten is. Komoly és szomorú versek hangzottak el igazi táncdallamokra. Nagyon tudják, hogy hogy játszanak a szöveggel és a szöveg mögöttivel. És azt is tudják, hogy minden költő a játékból kezd írni. Tehát az írás mögött van egy adag szófacsarás is. És ha a szófacsarás elkezdődik, elkezd mocorogni, József Attila is mondta, hogy megvan a rím, és akkor figyel, hogy hogyan lesz a versnek teste mögötte, vagy Arany azt mondta, hogy neszme. Na most a Kaláka valahogy visszaneszmésíti a versüket, hogy mögé teszi azt a lehetséges dallamot, amire a költő írhatott, vagy azt a lehetséges hangulatot, amiről írt a költő. Tehát nem az, hogy mit akart a költő mondani, hanem milyen ez a szöveg, mit idéz fel bennünk. Nem ilyen irodalomtörténeti szigorral fogják ránk a fegyvert, hanem egyszerűen engednek fantáziálni és játszani. Amikor a legközelebb kerültem hozzájuk, mint személyekhez, és a legtöbb koncertet hallottam egyhuzamban, az akkor volt, amikor, most nem tudom az évet pontosan, 2016, valami ilyesmi, Indiában voltam velük 10 napig. Arany Jánost vittük Indiába, most kéne egyébként az irodalomtörténeti memóriám, az Arany évnek a megemlékezés sorozata, és Indiában megjelent Arany János fordítás. És ennek a kapcsán felolvasták ott ezeket a fordított verseket a Magyar Intézetben, meg Goában, meg Mumbai, Delhi, elképesztő útunk volt a Kalákával, és dzsungelbe jártunk, templomokba jártunk. Tehát az, ami náluk a dél-amerikai turné, a film kapcsán feljön, az nekem meg van saját élményként, és senki nem videózta le. Nagyon bánom egyébként, készítettem volna egy úti filmet erről, csak fotóim vannak. Úgyhogy őket, mint embert is nagyon megismertem akkor, és olyan jó volt, hogy így utaztunk repülőn, és Arany Petőfi levelezésű beszélgetünk Grillus Vilmossal végig. Grillus Danival nagyon sok mindenről, Vörös Sándorról rengeteget. Szóval azon felül is, hogy egész népemet fogom, és ők egész népüket tanítják, személyes találkozásokkor is rendkívül intenzív a beszélgetőkéjük, a tanítókájuk. Dudorászni talán nem szoktak magukban, hiszen olyankor arra hangolódnak rá, amit a másik kérdez, de a zenei felelet az a színpadon ott van, és azt a játékosságot, ahogy ők hozzáállnak a hangszerükhöz, és azt a kedvességet, ahogy bakizni mernek, játszani mernek a közönséggel, improvizálni mernek ott a színpadon, és hogy tudnak ennyi verset fejből, ez a másik. Én nagyon jó vagyok ebben, de állandóan bele zavarodom. Mindig mondom éneklik, és akkor vagy dudorászom fejben, vagy mondom velük a verset, és én mindig elakadok, ők soha, egyszer sem. Tehát a bakizás az nem erre szokott vonatkozni, hanem valami egyébre. Úgyhogy ez most nagyon felemelő élmény volt, hogy itt az 50. évfordulón voltunk. Hát elképzelhetetlen, hiszen ők nem változtak, semmit nem változtak. Én úgy érzem, hogy én változom, közben felneveltem a gyerekeimet Kalákán. Tényleg velük is sok koncerten voltam, Budaörsön lakom ott is, és nagyon érdekes élményem volt. Budaörsön volt egy koncert, és nem tudták, hogy ott vagyok, és akkor mondta, utána iszonyú jó koncert volt. És mondta, hogy hát ú, de ciki, hogy itt voltál, hát, hogy mi ma olyan fáradtak vagyunk, és annyira nem sikerült. Én aztán semmit nem tapasztaltam, mert ugyanaz a kedvesség, és ugyanaz a dinamika. Nyilván ők tudják belülről, de meg ezt a végtelen propizmust, ahogy elindulnak. Tehát ha azt mondják, hogy 5 óra 5 perckor, akkor ők 5 óra 5 perckor ott vannak, hajnali 5-kor is. Mert akarják és szeretik ezt. Meg ugye a család is nagyon érdekes. Ma reggel a Grillus Vilmos feleségével kezdtem a napot, interjúztunk a rádióban. És most tessék, itt vagyok Bécsben, teljesen véletlenül vagyok a Kaláka koncerten. Most már nem tudtam, hogy lesz. Nem készültem, tanár úr kérem, nem készültem arra, hogy mi lesz ma este. Úgyhogy az ajándékok ajándéka, hogy én ott lehettem, és ilyen közelben még soha nem láttam őket, csak amikor velük együtt álltam a színpadon. Úgyhogy közösségként az első sorból ez nekem új.
Most jöjjön egy olyan vers, hogy az égről szól. Az a 50-es, amikor 50 évesek voltunk, akkor jelent meg egy lemezünkön az Ég Zsoltára című. Szabó Tiánra küldtem én, úgyhogy mindenkinek szerezettel ezt, és már itt van körülben, akkor hallja ő is.
ezt az interneten találták, valószínűleg kitettem, vagy az Árszákra Fesztivál, ahova írtam, annak a honlapján volt, és rögtön megtetszett nekik, és megzenésítették. De nekem már egy korábbi ilyen élményem volt, mikor Indiában voltunk, nagyon korán keltem, és visszamentem a szobámba egy kicsit aludni, megyek ki, és ott ül az egész kalákas, az én versemet próbálják. Hát, édes Istenem, elképesztő, akkor volt az első, amikor próbálkoztak az én verseim megzenésítésével, és ez most már csak a habatoltán, hogy egy ilyen hatalmas áltatót tudtak. Tehát a saját, azt hiszem, hogy mindegyikük a saját történetét teszi mögé, a saját küzdelmeit, a saját égrenézését, a saját belső erejét teszi mögé. Nagyon-nagyon emlék volt én közelről látni. Hát, na, meghatottam. Akarsz-e játszani mindent, Mikér? A vastelep és hosszú-hosszú dőzt? Lehet-e némán téliát vinni véden? Rubin kleált és sárga pára őszt? Akarsz-e teljes tiszta szívben élni? Hallgatni hosszan néha-néha félni? Hogy a húton járkál a november? Egy utca seppő szegény betegember? Ami a költészet ősforrásától ered. Tehát a kobzos költők, az énekes, énekelt vers. És most eléggé elvált az, hogy valami zene és valami vers. Tehát mondjuk nagyon ritka az, hogy megesett már mondjuk a költőrepperek szövegeiben, hogy kötetben is megjelentek, de ők odatérnek vissza a legkorábbi költők, kezdve a nagy klasszikusokig, hogy az ember úgy jegyzi meg a verset, hogyha tudja énekelni, hogyha el tudja táncolni. Nagyon kevés ilyen igazi énekmondó van, de nagyon sok követőjük van. Tehát ilyen, mint ők, nem tudom, hogy terem-e még egy, de már ugye annyira összeszoktak. Tehát, hogy azért emögé bele kell tenni 55 évet. Tehát ezt Laci János mondta, hogy kérdezték egyszer tőle, hogy hát hogyan legyek költő. Azt mondta, hogy kezdjél írni, és aztán 30 év múlva meglátod. És hát igen, nekik ez van, hogy elkezdtek énekelni, és hogy nem mentek szét, nem vesztek össze, hogy olyan harmóniában léteznek a színpadon. Ez is példa. Tehát nem csak az, amit csinálnak, hanem ahogy csinálják. Az, hogy példát mutatnak abból, hogy nem csak a zenében létezik harmónia, hanem színpadon is létezik harmónia. Én nem tapasztaltam egyébként konfliktust háttérben sem, de az az ő dolguk, hogy ők hogy viszonyulnak, de nem látszik. Tehát minden erejükkel törekszenek arra a harmóniára, de közben meg, ami a nagyon fontos, és erről nem beszélt, a humoruk. A humoruk, ami a játékosságukhoz kapcsolódik, hogy mernek örülni. Nem evidens dolog ez. A költészetben különösen, hogy mernek örülni, és mernek a szomorú dalokba is beletenni valami fricskát, valami zenei trükköt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a tisztaságot, ez a szó, ami folyton eszembe jut, hogy amit Bartók mondott, hogy tiszta forrásból, hogy ők a tiszta forrás, ahova egy generáció, most már nem tudom, hányadik generáció tér vissza. Tehát tényleg nem tudok szinte, tehát édesapámnak is fontos volt, nagyapámnak nem tudom, de valószínű, tehát, és a gyerekeim gyerekeinek is fontos lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon jó látni, hogy ők ezt képviselik ugyanúgy, ahogy eddig. És, hogy nem adták még át a stafétabotot, hanem de olyan, mintha egy követ a vízbe ejtenek, és ilyen táguló körökben, mint a táncház mozgalom annak idején. Hát tényleg az is ilyen volt, hogy tényleg valakinek oda kellett tennie magát. Na, oda teszik magukat. Oda teszik, oda adják magukat, és
és engedik, hogy hasson, és nem félnek attól, hogy halni fognak. Tehát azért ez is a fiataloknak mondom, hogy ez sem evidens, mondom én már, hogy nagyon sok alkotó megijed attól, a hatástól, amit ő, amit attól a nyomtól, amit maga után van, vagy a hatástól, megrémül a saját erejétől. Ők nem érnek meg a saját erejétől, és ez nagyon jó tudni, hogy valami fajta biztonság, amit tudnak adni nekünk ebben a bizonytalan időszakban is. Biztonság és tisztaság, ez a két szó, a kettőt kell találnom. A humor a harmadik.